Köszöntöm Önöket az Exchange-ben, Guy Sean vagyok. Az üzleti világ legnagyobb híreit és interjúit hozom el Önöknek. Kezdjünk is. Annak ellenére, hogy becslések szerint 20 billió euró az értéke, a kiskereskedelem a felismerhetetlenségig megváltozott az elmúlt évtizedben. Úgy tűnik, a luxus termékek iránti kereslet nagyrészt megúszta a Covid okozta földindulást. Egy luxus autómárka főnökével beszélgetünk radikális terjeszkedési terveikről. A világon mi vagyunk az első nemzetközi csatorna, amely bebocsátást nyert az 1 millió négyzetméter alapterületű Mega bevásárlóközpontba, ahol a vásárlást innovatívan közelítik meg. A kiskereskedőknek át kellett gondolniuk stratégiájukat a piaci verseny tekintetében. Egyre több márka költözött át az online piac térre. A digitális értékesítés egyre szárnyal. A luxus cikkek piaca több mint egy évtizede növekszik. Az ágazat értéke 380 milliárd dollárra tehető. A csúcs kategóriás márkák nem vészelték át teljesen sértetlenül a Covid-válságot. Keresletük 25-45% között esett vissza. Most azonban néhány elemző növekedést jósol, úgy két év múlva. Az egyik vállalat, amely még bírja a tempót a rendkívül versenyképes luxusautók piacán, a Genesis. A mindössze 5 évvel ezelőtti koreai indulás után most egész Európában tervezik kibővíteni tevékenységüket. A cég európai vezérigazgatója, Dominik Bosch van itt velem. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Miért bizonyulnak olyan ellenállónak a luxusmárkák? Megtalálják-e az egyensúlyt a fizikai ügyfélszolgálat és az online stratégiák között? Nyilvánvaló, hogy a vírus, a világjárvány megváltoztatta a fogyasztói szokásokat. Az online rendelés, a házhoz szállítás lett az új normális. De azt tényként kell kezelni, hogy továbbra is minden vásárló valódi szenvedélye, a valós vásárlás élménye. Kezdetben az Egyesült Államokban és Kínában terjeszkedtek, most pedig Európában. Milyen tanulságai voltak az előzményeknek, amelyekről úgy gondolja, hogy hasznát veszi majd az Egyesült Királyság, Svájc és Németország piacán? Az európai piac messze a legfejlettebb és a legversenyképesebb a prémium autók terén. Olyan élményt akarunk nyújtani, ami a terméken is túlmutat. Tehát igen, sokat tanulunk abból, amit Koreában tapasztalunk. Ugyanez igaz Amerikára is. Nálunk annyi a különbség, hogy a közvetlen kapcsolat az ügyfelekkel jelenti a pluszt. Lehetővé tesszük a kliensek számára, hogy hozzáférhessenek a Genesis személyi asszisztenséhez, aki az egész folyamat alatt ott van mellettük. Mondaná nekünk többet erről a személyi asszisztens kezdeményezésről? Honnan jött az ötlet? Van értelme üzleti szempontból? Van egy szavunk a koreai kultúrában, a Son-nim. Ez nagyon pontosan leírja, hogyan is akarunk bánni az ügyfelekkel. Annyit tesz, hogy vendég a saját házában. Azt jelenti, hogy üzleteinkben úgy szeretnénk bánni a látogatókkal, a leendő ügyfelekkel, mintha a vendégeink lennének az otthonunkban. Köszönöm, hogy mindezt elmondta. Hallotta már a fidgetel kifejezést? Elsőre elírásnak tűnik, de valójában a legfrissebb szó, amely leírja, hogy a boltok hogyan kapcsolódnak rá a legújabb trendre, hogy megkönnyítsék a vásárlást. Az egyik hely, amely így tett, a párizsi Place Vendôme. Riporterünk a helyszínen járt. Üdvözöljük a Place Vendôme-ban, az 1 millió négyzetméternyi kiskereskedelmi innovációban. Az Euronews az első nemzetközi műsorszolgáltató az épületben, amely exkluzív betekintést nyerhetett a helyszínre. Akkor most belépünk, igaz? Ez tehát a belépési pontunk, a projekt főbejárata. És itt van a divatkörút, ahol az összes High Street márka megtalálható. A rotundát a párizsi Grand Palais ihlette. Sőt, még egy lépéssel tovább mentek, begyűjtötték a színkódolást, és újra elkészítették azt.
Sean Kelly projektigazgató elmondta, hogyan fogja belakni a legmodernebb technológia ezt a teret. Például nagyon egyszerű lesz eljutni a parkolóba. A Plus Vendom nevű alkalmazás egyik része a találja meg az autóját. Valószínűleg minden a Plus Vendom applikáció égisze alá kerül. Ez az app ellenőrzi, hogy mindenki csatlakozik-e. A legnagyobb kihívás eldönteni, hogy hány nyelven fejlesszük az alkalmazást. Amikor létrejön egy ehhez hasonló bevásárlóközpont kihívásokkal teli környezetben, akkor rendkívül innovatívnak kell lennie. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen léptékű fejlesztés és az innováció újabb szintre emeli a kiskereskedelmi tapasztalatokat. Tehát a fizikai vásárlás világszerte újjáélhet és átalakíthatja a kiskereskedelem jövőjét. Korábban Karin Szegedivel beszélgettem, a Genfi Deloitte divatért és luxusért illetékes vezetőjével. Lássuk, mit is mondott. Nyomon követjük a fogyasztókat, 18 hónapja monitorozzuk a magatartásukat, és azt látjuk, hogy globálisan 59% biztonságban érzi magát az üzletekbe visszatérve, szemben a januári 45-tel. A lakosság 40%-a azonban még mindig nem érzi magát biztonságban a boltokban. Vagyis azok, akik boltba járnak, azok is változtak, mert nem akarnak vásárolni, vagy ha mégis, akkor minél rövidebb idő alatt. Itt az ideje, hogy más történeteket is megnézzünk, amelyek a címlapokat alakították. A Bank of China, az ICBC, a China Railway Group és a PetroChina Company bevételeit nézve a kínai pénzügyi eredmények ellentmondásos időszakot mutatnak. Vegyes volt a kép a világ második legnagyobb gazdaságáról az elmúlt 12 hónapban. A növekedés jeleit mutatta, és a törekvést afelé, hogy Kína helyi ellátási láncában töltsön be kulcspozíciót. A Salesforce amerikai adatóriás is megosztja eredményeit. A híres Seattle-i felhőkarcolóban működő cég óriási globális sikert ért el az ügyfélkapcsolatkezelési piacon. DeMarc Benioff cége is kapott bírálatokat, miszerint termékei túl drágák lettek, és a Salesforce nem tudott lépést tartani az újabb, innovatívabb versenytársakkal. Végül pedig a Dell készül eredményeinek megosztására. A laptopjairól híres vállalat stratégiai elmozdulást mutat az asztali számítógépektől a felhő alapú adatszolgáltatások felé, hogy agresszívebben vehesse fel a versenyt olyan márkákkal, mint a Google, az Oracle és az IBM. Ennyi fért mostani adásunkba. Köszönjük a figyelmet. Kérjük, keresse fel az euronews.com webhelyet az összes friss üzleti hírért, és nézzen bennünket legközelebb is.